Hát ha minden igaz, már bekapcsolódott. Itt vagyok, Vég Gábor vagyok. Jelenleg Ausztriában élek, egy ilyen erdős részen élek. Hát most már 2010 októberében el kellett volna kezdeni a magyar államnak utalni a pénzemet a bankszámlámra, megkapták a bankszámla számomat, illetve a fizetési felszólításomat a intellektuális tulajdonommal kapcsolatosan, illetve a fizikai tulajdonommal kapcsolatosan. Tehát az összes adat gyakorlatilag az én nevemen fut. Az én dokumentumaimmal üzletelnek a magyarok, zsidók, illetve az amerikai titkosszolgálat, ez a három titkosszolgálat, de úgy látszik, hogy az osztrák titkosszolgálat is belebonyolódott. Van nekik valami csoda ketyeréjük, amivel rá tudnak állni a fejemre valami ultrahang lehet, vagy valami lézer. Szóval az a lényeg az egésznek, hogy meg akarom mutatni, hogy hogyan élek, és én gyakorlatilag milliárdos vagyok, tehát már kiadtam a fizetési felszólításokat, dollármilliárdos vagyok, megkaptam a Microsofttól kezdve a Yahoo, Inc., az összes érintett titkos szolgálat ezügyből kapcsolólag, és most megnézhetik, hogy egy ilyen jóformán ilyen menekült státuszban hogyan kell élnem Ausztriában. Ez az otthonom, ezt megmutatom. Ez az otthonom, itt élek, ezt majd a YouTube-ra fölteszem ezt a videót. Van valami részleges munkám, egy olyan 3-4 napokat tudok dolgozni, valami 200 eurót tudok összeszedni, és gyakorlatilag milliárdos vagyok, 2010 óta egy árva forintot nem utaltak a bankszámlámra. Ez a szar mocskos magyar zsidó állam a többi zsidóival, az izraeli zsidókkal, meg az amerikai zsidókkal, ez a hármas triumvirátus, aki tönkretett a családomnak az életét, illetve az én életemet. Magyarországon megtámadtak minket már a buszmegállónál, a Farkasedliget, illetve engem, mert már nem tudták föltörni az e-mail klienseket, az én tulajdonomat képező dokumentumokkal már nem nagyon tudtak üzletelni. Egyébként meg nem is értem, hogy hogyan akarnak üzletelni az én nevem alatt, az én dokumentumaimmal, amikor rajta van az én aláírásom. Átfogóan, amit kiszámoltam, az 2.160.000 rendbeli lakásfeltörése van a magyar államnak, illetve ezeknek az érintett országok titkosszolgálatainak. 2.160.000 rendbeli lehallgatásuk van ellenünk, illetve ellenem adatlopásaik, illetve magállagsértésük van. Ez 2010. szeptemberétől 2012. augusztus 5-éig követték el, amikor is a T-kon feltörte totálisan a számítógépemet, az ellenőrző SMS-sel. Az, hogy most így a UPC Magyarország Kft. És a Vodafone Kft. Illetve a T-kom Kft. Milyen arányban részesített, azt így most nagyon pontos szám szerint nem tudom meghatározni, de én úgy emlékszem rá, hogy a UPC Magyarország Kft. 840.000 rendbeli lakásunk feltörését, magállagsértést követett el, illetve adatlopást. A T-kom Magyarország, a T-mobil az 540.000 rendbelit, és azt hiszem, hogy a Vodafone az is valami 700 vagy 800.000 rendbeli magállagsértése van, így pontosan nem tudom, ott vannak a hátizsákomban az adatok. Tehát ott vannak a hátizsákomban az adatok. Nem akarok többet így videózni, csak azt akarom megmutatni, hogy hogyan kell élnem, azt milliárdos vagyok, egy magyar milliárdos vagyok. Kártérítés, még nem kaptam semmit a magyar államtól, nézzék meg, így kell élnem. Bécsnek egy ilyen kieső erdős részén, mint egy hajléktalannak, azt nem hajlandó nekem a magyar állam a kártérítést kifizetni, hanem még mindig üzemeltetni akarja az én nevemen futó e-mail klienseket, amelyek Yahoo-sak, hátmélesek, illetve egyéb dokumentumokat, mert észrevettem a napokban, hogy megjelent az izraeli titkosszolgálattól, megint megjelent valaki. Arra a helyre, ahol be szoktam járni, étkezni, meg egyéb megfürödni, meg ilyesmit, megjelent egy ilyen nő, aki a dr. Ungári Tamásnak lesz valószínűleg a amerikai zsidó rabbinak a feleség, azt ott megint majolt valamit, ott kavarni akarta a szart. Tehát ennyire szalad már utánam a magyar titkos szolgálat a szar zsidóival együtt, illetve a szar amerikai mocskos zsidóival együtt, azt az én nevemre jogvédett az összes adat, mindenki megkapta a szellemi tulajdon a szabályzásomat. Én magyar állampolgár vagyok, nekem semmi közöm a zsidókhoz, én utálom a zsidókat. Tehát én utálom a zsidókat, én megmondom nyíltan. Ez az üzenetem, hogy aki a mocskos zsidókkal van, az az én ellenségem, mert nekem menekültként kell élnem távol a hazámtól, a mocskosszar amerikai zsidók miatt, meg a magyar zsidók miatt, meg a mocskosszar magyar kormány miatt, ami jóformán úgy működik, mint egy zsidó állam. Köszönöm!